Több ezren tüntettek csütörtökön Pozsonyban a közszolgálati rádió és televízió átalakítása ellen. A szlovák kormány által elfogadott törvényjavaslat kritikusok szerint a Fico kabinet befolyása alá vonná az eddigi RTVS-t. Az ellenzéki progresszív Szlovákia vezetője szerint azt akarják megmutatni a demonstrálók, hogy nem hagyják elvenni a szabadságukat. Nem hagyjuk, hogy kikényszerítsenek minket szeretett Szlovákiánkból, és nem engedjük, hogy Fico Szlovákiát rángassa Európán kívülre, valahova Oroszországba, fogalmazott Mihály Simecska. A változtatások értelmében az RTVS jelenlegi formájában megszűnik, és egy új szervezet jön létre. Robert Fico kormányfő szerint erre azért van szükség, mert a közmédia veszteséges és nem elég objektív.